Az augusztus 20-ai ünnep leglátványosabb része, tehát mindig a tűzi játék, ennek a kulisszatitkairól, és az újdonságokról beszélgetek Kotasz Gergő pirotechnikusra. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt a stúdióban. Jó estét kívánok. Ugye, látván ezeket a képeket, mindig az a legfőbb kérdés, hogy milyen újat lehet mutatni, milyen új látványossággal lehet előrukkolni ilyenkor augusztus 20-án, hiszen egyre többen várják, egyre többen nézik a tűzi játékot. Mi az, amiben újat lehet mutatni, az, amiben meg lehet lepni az embereket ilyenkor? Egyrészt Magyarország jelképévé vált már a tűzijáték, ilyenkor augusztus 20-án, nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is, és mi is készülünk mindig valamilyen újdonsággal. Idén például a 30 perces látványban lézersó is lesz, illetve hogyha tűzijátékot tekintjük, akkor egy úgynevezett vízreugró telep lesz idén az újdonság. Ez mit akar pontosan? A vízreugró telepet úgy kell elképzelni, hogy a 4,5 kilométeres látványban elhelyeztünk a különböző pontonjainkon, illetve uszáinkon ilyen telepeket. Ezek rá fognak majd menni a Dunára, és mint egy vöröses virágzó szőnyek fognak végig menni a Dunán, és ahogy folyik majd a Duna, úgy fognak majd leúszni. Mert én láttam, hogy pont végig bicikliztem itt a hidakat, és elképesztő, hogy a készülődés már természetesen látszik, hogy egyre több pirotechnikai eszközt telepítenek. Ugye a legfontosabb látvány mindig a visszatükröző, a Dunában visszatükröződnek ezek a szebbnél szebb tűzi játékok, és a hang és a fény együtt természetesen nagyon-nagyon sokat tud adni. De hogyan lehet tervezni, hogyan lehet vizsgálni azt, hogy hogyan fog tetszeni, mennyire fog tetszeni ez az embereknek? Hát ez az egyik legnehezebb. Mindig próbáljuk azért a visszajelzések alapján ugye megnézni azt, hogy melyik voltak azok mondjuk az effektek, amik tetszettek ugye a kilátogatóknak, a tévénézők előtt ülőknek, illetve ugye vannak azért sok kisebb tűzijátékaink, illetve szoktunk menni versenyekre is, és ott is látjuk ugye a reakciókat, hogy melyik azok a termékek, amik jobban tetszenek a közönségnek, melyikek azok, amik picit talán kevésbé. Tűzijáték verseny? Igen. Ez mit akar? Hát ez nagyon sokrétű, több országban is szokott ilyen lenni. Például a tavalyi évet szeretném megemlíteni ezzel kapcsolatban, mert akkor voltunk az egyik legnagyobb világversenyen, ez Montrealban volt, és el is hoztuk a Silver Jupiter díjat. Egy ilyen versenyen nagyon sok mindent szoktak nézni. Nézik a telepítésnek ugye a szépségét, nézik azt, hogy a termékek a zenéhez mennyire vannak jól összekomponálva, nézik ugye az effekteknek alá a termékeknek ugye a minőségét, úgyhogy elég sok mindent néznek, és ezt így pontozzák, és majd a végén kijön az ugye, hogy ki fogja ezt megnyerni. És mennyi ideig tervezik ilyenkor a tűzijátékot? Hogyan folyik a tervezési fázis? Lehet ilyenkor tesztelni, elmennek valóvá kipróbálni ezeket, amit utána élesben is láthat a nagy közönség a Dunaparton? Egyrészt lehet járni szimpóziumokra, ahol ugye bemutatják ezeket a termékeket, amiket majd szeretnénk mi is fellőni, vagy felhasználni a tűzijáték során. Illetőlegesen maga a tervezés az már április óta elkezdődött. Ahogy megkapjuk a zenét, gőzerővel dolgozik a látványtervezőnk, Seres Anikó, azon, hogy minél szebb látványt nyújtson az égen a tűzijáték. És akkor utána, amikor megvan mondjuk a látványterv, akkor leülnek, nyilván nem egy ember fogja ezt eldönteni, akkor mindenki megmondja, vagy elmondja a véleményét, hozzátesz még valamit, vagy esetleg van amit olyan elem, amit kivesznek belőle. A műhely munka hogy folyik? Én erre vagyok kíváncsi. Nagyon-nagyon sokszor át van tervezve a tűzijáték, tehát ez nem az van, hogy egyszer csak megálmodja valaki, és akkor utána ez lesz a végleges showban is. Igen, többen átnézik, illetve ugye van egy művészeti vezetőnk, Iványi Árpád és Réti Barnabás, akik még a végén az utolsó simításokat, ugye a mi látványtervezőnkkel ezt megnézik, megcsinálják. Illetőlegesen ugye a műszaki vezetőnk, illetve a logisztikai vezetőnk, az ügyvezetőnk mind átnézik ezeket a tűzjátékokat, megnézik logisztikai szempontból is, hogy egyáltalán kivitelezhető-e, mert lehet, hogy mi megálmodtunk valamit, vagy a Zanikó ugye megálmodott valamit, de végül az nem lehet kivitelezni ilyen-olyan okok miatt. És hogyha utána megvan a végleges terv, akkor hogyan tudják ezt újra meg újra elpróbálni? Ugye a biztonság az egyik legfontosabb kérdés mindig, és pontosan azért, mert rengeteg ember gyűlik össze. Itt hogyan tudják kiszűrni, vagy hogyan tudják azt figyelni, hogy nehogy bármilyen biztonsági probléma fordulhasson elő, és bármelyik rakéta bármilyen problémát okozzon? Nagyon fel vagyunk ezekre készülve, több 100 oldalas biztonsági tanulmány van ezekről a dolgokról.
mindent nem tudom megemlíteni, de párat például, hogy a termékek repeszmentes tűzálló vetőcsövekből indítjuk, nehogy bármilyen probléma legyen, hogyha mondjuk alul működik egy termék, hál' Istennek nem szokott előfordulni. A minden egyes termékünk be van vizsgálva, európai megfelelőségi tanúsítvánnyal vannak ellátva. Ezek nem csak az európai, hanem például a Kínában gyártott termékek is. Csak a pirotechnikusok legjobb dolgozhat nálunk, tehát azért ugye van, nagyon sok pirotechnikus van Magyarországon. De hogyan lesz valaki jó pirotechnikus egyébként? Hát egyrészt rátermetnek kell lenni, mert azért ugye nem veszélytelen tevékenység ez, másrészt pedig ugye a szakmai tapasztalat. Tehát ugye nagyon sokan vannak, akik már több évtizede tűzjátékot lőnek, még a régi rendszertől kezdve, akár az új rendszerig. Például ugye most már olyan szoftver segítségével készítik el a látványtervet, amivel régebben még nem tudták. De itt azért, ha jól veszem ki a szavaiból, a számítógépes, tehát a látványtervi tervezés is rengeteget hozzátesz. Tehát, hogy akkor ezt monitorokon is lehet modellezni, és különböző látványelemeket ki lehet próbálni, anélkül, hogy ki kéne lőni magát a rakétát. Lehet modellezni mindent akkor mondjuk egy számítógép segítségével? Igen, ez egy különleges szoftver, amivel ez az egész látvány készül. Ezeket úgy kell képzelni, hogy ha ismerünk egy terméket, egy tűzjáték terméket, akkor meg tudjuk adni azt, hogy milyen effektje van, ez lehet gömb, krizantém, peoni, nagyon sokféle, meg lehet adni a színét is magának a terméknek, és akkor így lehet beletenni ezt a programba, majd utána, amikor a tervező úgy gondolja, hogy a 15. perc, 30. másodpercben ezek a termékeknek kell menni, ő el tudja helyezni ezt a szoftverbe, és utána meg tudja nézni a látványt, hogy ez hogy fog kinézni majd, akár a teljes műsor alatt. Kotasz Gergő, köszönöm szépen a beszélgetést, és itt mondom el a kedves nézőknek, hogy az augusztus 20-ai tűzijátékot a Hír TV majd élőben közvetíti, érdemes lesz tehát minket nézni majd akkor.